Sziasztok, Ádám vagyok. A tech2.hu-t nézitek, és egy újabb külső akkumulátort fogunk kicsomagolni, illetve letesztelni, méghozzá a Samsung Universal Battery Pack 11.300 mAh kapacitású kivitelét, annak is egy speciális kiadását, amelyet jelen pillanatban egy majmot ábrázoló motívum DC. Ez egy olyan limitált kiadás, amelyre különböző divattervezők által tervezett motivumok kerültek, ez a Golden Monkey nevet kapta. Itt van a dobozunk, amely meglehetősen kis kompakt méretű, nagy áttetsző felülettel, amelyen látható természetesen a Golden Monkey kép. És alul itt is van 11.300 mAh kapacitással rendelkezik az akkumulátor. Ha megfordítom, elsősorban magyar nyelvet mellőzve több nyelven is megjelenik némi kis információ az akkumulátorról, de nem sok olyan infó van, amely ténylegesen hasznos. Egyedül egy hasznos infót találtam, még hozzá az, hogy a kimenetek az 5 volt 2 ampert tud, illetve a minimum, amit, bocsánat, a tipikus kapacitás az 7900 mAh és 1 amper, még a standard, amely maximális az 1300 mAh és 2 amper. Ha csomagolom az akkumulátor, itt van egy műanyag tálcán maga az aksi, ezen kívül kettő igen vastag kis könyvecskét kapunk, ami igazából több nyelvű használati útmutatót tartalmaz. Többek közt azt hiszem, hogy magyar is van benne, na nem mintha egy külső akkumulátor olyan nehezen volna használható. Itt van az akkumulátorunk, igazából akkora sincs, mint egy okostelefon így előlapot tekintve. Ja, a vastagságot nézve már azért egy picit több is annál. Az előlap borítását, ha megnézzük, kicsit olyasmi, mintha bőrhatású lenne, hasonlít a Samsung Galaxy Note 4 kivitelére. Itt talán nagyon minimálisan, de látszik is hasonló bőrhatású felületet kapott. Tapintásról viszont valójában itt sem beszélhetünk igazi bőrhatásról. Ez, ahogy mondtam, egy speciális kiadás. Sungseal Wrang, ha jól ejtem, a tervezője ennek a felületnek, amelyet kapunk. Ez volna a Golden Monkey, amit itt láthatunk az akkumulátor előlapján. A kis majom figura feje fele van 4 darab visszajelző ledünk. Ez 4 különböző töltöttségi állapotot jelez. Ha egy led világít, akkor 25%-os töltöttségen van az akkumulátor, 2 lednél 50%, 3 lednél 75%, 4 lednél pedig 100%-os, azaz teljes feltöltöttségről beszélhetünk. Az akkumulátor oldalán van egy pici gomb, ezt ha megnyomjuk, akkor fehéren világítanak a ledek, jelezvén azt, hogy hogy áll. Jelen pillanatban 2 led világít, ami azt jelenti, hogy legalább 50%-os töltöttségi szinten van az akkumulátor. Oldalról, ha megnézzük, igazából kb. 2-2,5 cm vastag a külső akkumulátor, ezzel egészen kompakt mérete van, igazából akkora, mint egy külső akkumulátor, egy 2,5 hüvelykes külső akkumulátor. Zsebben és táskában is abszolút jól elfér. Az alján, mert a másik oldalán nincs semmi, az érdekesebb portok itt vannak a rövidebb felső oldalán. Itt van egyrészt egy mikro USB csatlakozó, ezen keresztül tölthető fel a beépített 11.300 mAh kapacitású telep. Középen van egy hagyományos standard USB kimenet, amelyre csatlakoztatni lehet mondjuk okostelefontöltőt, tablettöltőt, vagy bármilyen más USB-n keresztül tölthető eszköz kábelét. Itt maximálisan 2 ampert tud leadni, ha igazából egy gyors töltő funkcióját is elláthatja. Akár hiszen középkategóriás telefonoknál, illetve még felső kategóriánál is általában 1-1,5 amperes töltőt kapunk, nem 2 amperes, azaz gyorsabban tölti majd fel a készüléket az akkumulátor, mint a hagyományos töltő. Nagyon hasznos itt az oldalán az az, hogy van egy kis kihúzható mikro USB kábelünk, amelyet itt már egy antenna formájában ki lehet húzni kb. 5 cm-re az akkumulátor házából, és itt van rögtön egy mikro USB kábel.
Ez azért hasznos, mert így nem kell külön kábelt hordunk, ez rendkívül kompaktul fel lehet tölteni innen rögtön a kiválasztott készüléket. Ezt be is mutatom a Galaxy Note 4-en, amely itt van a kezemben. Tehát egyszerűen csatlakoztatom, és már is elindul a töltés. Igazából ebből mondjuk itt semmi nem látszott itt, de ha kikapcsolom a képernyőt, és újra megmutatom, akkor a töltés jelezve rögtön be is kapcsol a kijelző, és elindul az akkumulátor feltöltése. Egy Galaxy Note 4-et körülbelül olyan háromszor lehet feltölteni 0-ról 100-ra a Samsung külső akkumulátorával. Nyilván ez a beépített akkumulátor méretétől is függ, ami a telefonban van. Egy középkategóriás készüléket, ami mondjuk 1000 és 2000 mAh közötti akkumulátor kapacitással rendelkezik, azt akár 5-ször is fel lehet tölteni teljes egészében, ami egy abszolút jó dolog, hiszen akár napokig el lehetünk hálózati konnektor nélkül, vagy töltő nélkül. Egy ilyen akkumulátor csomaggal is nagyon sokáig lehet bírni. További hasznos funkció az, hogy kettő darab csatlakozónk van. Ugye a micro USB-vel a legtöbb okostelefont, főleg androidost így fel tudjuk tölteni, vagy akár Windows Phone-t is. Viszont ha van esetleg egy iPhone 6-osunk, ami Lightning csatlakozóval rendelkezik, azt ide a töltőbe, USB csatlakozójába bedugjuk, és azt is fel lehet tölteni. Körülbelül igazából egy iPhone 6 Plus-t olyan háromszor megint csak fel lehet tölteni, még egy iPhone 6-ot talán akár 4 alkalommal is gond nélkül 0-ról 100%-os töltöttségig, amely azt jelenti, hogy itt is igazából többször feltölthetjük, mert nyilván a külső akkumulátor elsősorban azt a célt szolgálja, hogy ha útközben vagyunk, lemerülőben van a telefonunk, és még azt szeretnénk nap folyamán használni, annyi töltöttséget nyerjünk, hogy az elérhető legyen nap végig, amíg konnektor közelébe kerülünk. Így ilyen használatnál akár hetekig vagy hónapokig is el lehetünk, anélkül, hogy a Samsung battery packot külön feltöltsük, hiszen mindig marad benne annyi energia, hogy még a következő nap egy gyors rátöltésre 10-20-30%-ra elegendő legyen. Ez igazából talán az egyik legjobb választás a Samsung Universal Battery Pack, amely tényleg a 11.300 mAh kapacitásával nem azt mondom, hogy a legnagyobb, de az egyik legnagyobb. Viszont ennek meg is kéri az árát a Samsung, elég borsos ára van ennek az akkumulátornak. Ez a speciális kiadás a Golden Monkey képpel nem érhető el pillanatnyilag Magyarországon, legalábbis én még nem találtam. Az Expansys webshopjában olyan 22.000 forintba kerül, ami nagyon sok. Igazából számos más 10.000 mAh körüli akkumulátort vehetünk ennyi pénzért, illetve jóval olcsóbban is, hiszen körülbelül negyed ennyibe, harmad ennyibe kerül például a OnePlus 10.000 mAh kapacitású akkumulátora. Nyilván itt meg kell fizetnünk a Samsung márkát, a Golden Monkey képet is, illetve magát azt, hogy a készülék azért minőségi, hiszen nem egy olcsó kínai tartozékról van szó. Ez volt tehát a Samsung Universal Battery Pack 11.300 mAh kapacitású akkumulátorának a Golden Monkey speciális kiadása, illetve annak a tesztje. Kövessétek továbbra is a tech2.hu oldalt az interneten, Facebookon, illetve YouTube-on egyaránt. Én Ádám voltam, sziasztok!